Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvéreim, a mai szentmisét a Hosanna énekeskönyv 229-es énekének első versszakával kezdjük. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, a média apostolok szent miséjén. Az Úr Jézus felhív bennünket a kereszthordozásra, amely feladat nap mint nap nem valami fizikai fájdalom keresése, hanem Isten akaratának a teljesítésére irányuló készség, engedelmesség, szeretet a szolgálatban. A szent misénket média apostolainkért és média apostolaink szándékára ajánljuk föl. Külön megemlítem kedves Irénke testvérünket, aki tegnap jelezte a televízió élőadásában, hogy imádságot kér különböző testi bajainak viselésére. Imádságos szeretettel köszöntjük élő Mónika testvérünket születésnapján, Isten éltesse sokáig. Kegyelettel emlékezem anyai nagyapámra, aki ezen a napon hunyt el, néhány évtizeddel ezelőtt már. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy az Apostol TV kedves nézőinek ima közösségében gazdagréti testvéreinkkel együtt méltóképpen imádkozzunk és ajánljuk fel a szent áldozatot a Jóisten dicsőségére, a kereszt felmagasztalására. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat létkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Urunk,
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Hadd, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Számok könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hóreb hegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. De a nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk itt a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már e semmit érő manna étket is. Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, s ezek megmarták őket úgy, hogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt. Vétkeztünk, lázadoztunk Isten ellen és te ellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr. Mózes tehát közben járt a népért, és az Úr így válaszolt. Csináltass egy részkígyót, és tűzd ki elül egy fára.
akit marás ért és rátekint, az életben marad. Csináltatott is Mózes egy részkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a részkígyóra, az életben maradt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenem! Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreimét, gazdag léten és otthonaitokban. Eszembe jut annak az erdélyi keresztény testvéremnek kérdése, aki nem katolikusként éli keresztény életét, és ezért érdekelte az, hogy mi katolikusok miért teszünk keresztet a templomaink tornyára, vagy miért tartjuk olyan fontosnak a keresztjelét, tegyük hozzá a feszületet, vagyis olyan keresztet, amelyen a korpusz is, Krisztus teste is látható. És valóban jogos a kérdés, mi akik oly sokféleképpen tekintünk a keresztre fizikai módon és a kegytárgyaink segítségével, a falra helyezett feszülettel, vagy a sírokra állított keresztekkel, vagy útmenti feszületekkel is lehetne sorolni, a nyakékektől kezdve egyéb más módokon is, és a templomaink tornyán ott a kereszt. De miért? Ez a nem katolikus testvér azt próbálta magyarázni a kérdés felvetésével egyszerre, hogy valójában ha ez egy kivégzési eszköz, akkor nem sokat üzen, hiszen ha más módon végezték volna ki az Úr Jézust, mondjuk mágiára küldték volna, akkor lángnyelveket raknánk a templom tornyára, vagy egyéb más kivégzési eszközök, módok előkerülhettek volna, de hát a római gyakorlat szerint ott a Szentföldön, Palesztinában, a római tartományban ezt
az elítélteknek ezt a kivégzési módját gyakorolták. Imáinkban mi is alátámasztjuk ezt a tényt, hogy Krisztus keresztjével váltotta meg a világot most is. Énekeltük az Halleluja versben, hogy imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert te szent kereszted által váltottad meg a világot. De vajon a keresztre, mint kivégzési eszközre kell tekintenünk? Csupán egy eszközként áll előttünk ez a jel. Sokkal többet jelent a kereszt számunkra, annál, mint hogy emlékezünk Jézus megváltó áldozatának kivégzési módjára, egy gyakorlatra, egy elborzasztó, kínzásokkal teli kivégzési módra. Éppen a mostani evangélium és az első olvasmány is a Számok könyvéből. Ez hívja fel a figyelmünket arra, hogy többet kell gondolnunk arról a keresztről, amelyen Jézus megváltotta a világot. Mert győzelmi jelvénnyé változott a kínzás eszköze, a felmagasztalásnak a jelévé. A mai ünnepet úgy nevezzük, hogy a Szent Kereszt felmagasztalása. Hiszen ahogyan annak idején Ilona császárnő megtalálta Nagy Konstantin édesanyja a keresztfáját, vagy annak maradványait, erekjéit Jeruzsálemben. Hát ez a nagy felfedezés elindította ennek az ünnepnek kultuszát, de nem a keresztfa a lényeg, hanem a rajta lévő Isten fia, aki életét adta értünk, meghalt a mi bűneinkért, de feltámadt, és így győzelmi jelévé vált a halál eszköze, és mi úgy tekintünk rá, mint a feltámadásában felmagasztalt Krisztusra, úgy tekintünk a kereszt jelére is, amelyben a megváltásunkat, a mi bűntől való szabadulásunk lehetőségét és az örök élet kapujának megnyilását látjuk. Az Úr Jézus felmagasztaltatott a kereszten. Az ószövetségi előzmény, illetve előkép a pusztában poznára fölemelt részkígyó, a megváltás előképe. Nyilván nem tekinthetjük ezt bálvány imádásnak, pont a választott nép esetében, és Mózest sem vádolhatjuk azzal, hogy valami bálvány eszközt készítetett, hiszen az Úr parancsára tette, amikor kígyó marások érték hűtlenség, lázadás miatt a választott népet, akkor ez volt a gyógyulás eszköze. Az Úr kívánta ezt, hogy helyezzenek egy póznára részkígyót, és aki hittel tekint rá, az meggyógyul, megmenekül a kígyómarás halálos sebétől. És így lett előképe a pusztában fölemelt részkígyó a keresztnek. Maga Jézus hivatkozik erre a Nikodémussal folytatott éjszakai beszélgetésében, amit az evangéliumban most felidéztünk. Ahogy Mózes felemelte kígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Maga az Úr Jézus hasonlítja leendő áldozatát ehhez az előzményhez, mint a gyógyulás a rossztól, a csapástól való megszabadulásnak lehetőségeként. Így tehát a kereszt templomaink tornyán, otthonunk falán vagy nyakékünkben nem a kivégzés eszköze csupán,
hanem Jézus győzelmének üzenete, hogy mi is megszabadulhatunk a bűntől és annak következményeitől, és napi kereszthordozásunkkal, vagyis Krisztus lelkületének követésével az engedelmességben mi is végigjárhatjuk itt a földön az örök életnek az útját, a gonosz feletti győzelemnek a lehetőségeivel. Ezt üzeni számunkra a mai ünnep, és amikor valóban életünkkel kifejezzük imádásunkat Krisztus iránt, ki Szent Keresztje által megváltotta a világot, ezt úgy tesszük hitelesen, ha mi is követjük őt engedelmes küldetésében. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy üdvözítőnknek értünk vállalt kereszt halála szolgáljon mindnyájunk üdvösségére. Add Urunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink a fájdalmas anya lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjeit. Hogy egyházat pásztorai szent véred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására. Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népük boldogulását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a szenvedők és a betegek szent véred erejéből vigasztalást merítsenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek. Kérünk téged, hallgass meg. Hogy a születésnapját ünneplő Mónika testvérünk és szerető családtagjai Szent Keresztedben mindig a szolgáló szeretetnek, az áldozatvállalásnak jelét követve megmaradjanak hűségben, kegyelmedben, a te követésedben. Kérünk téged, hallgass meg. Hogy média apostolaink imái, ima szándékai, kérései, hálaadásai, tetszésedre találjanak mai szentmise áldozatunk felajánlásában. Kérünk téged, hallgass meg. Kérünk, Urunk, tekints családodra, amelyért a te szent fiad, Jézus Krisztus, vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, s vállalta a kereszthalál gyötrelmét. Aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. A 229-es ének 5. versszakát énekeljük.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, tisztítson meg minket minden bűnünktől ez az áldozat, mely a kereszt oltárán az egész világ vétkét eltörölte, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Te úgy akartad, hogy az emberi nem üdvösségét a keresztfa hozza meg, hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet. A bűn fáján győztes sátánt, a kereszt fáján győzze le, Urunk Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, s imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az ég erő is, a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el ne jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon,
Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, szeretteinkről, a templomunkban nyugvó hívekről, az elhunyt média apostolokról és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedre. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az emberkem. Testvéreim, a szent áldozás alatt a 143-as éneket énekeljük.
Most pedig ima közösségben, az otthonaikban velünk ünneplő testvéreinkkel, média apostolainkkal, akik nem tudnak eljutni a templomba, szent misére, szentségi áldozáshoz, a lelki áldozás imájával gondolunk egymásra. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk.
Szent asztalodról tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus. Kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, vezesd el azokat a feltámadás dicsőségére, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Kedves testvéreim, a Szent Keresztet magasztaljuk a befejező énekünkkel és a 82-es ének első három versszakával. Most mindnyájatok életére a Jóisten áldását kérem, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt. Legyen velünk az Úr napi kereszthordozásunkban, amely azt jelenti, hogy Krisztus lelkületét követjük, engedelmes küldetésében osztozunk, a ránk bízott hivatást és minden napi feladatot hűségesen elvégezzük. Ebben erősítsen meg az áldás. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom, szent szívem, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk, magyarok szent őr angyala, könyörög érettünk, Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörög értek érettünk, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörög